Sziasztok! Ma arról fogok mesélni nektek, hogy nekem hogyan alakult itt külföldön a, a szociális életem, mert szerintem ez nagyon sok olyan, hogy az embert érint meg egyébként bárkit, aki külföldre költözik, hogy hogyan tudja megtalálni a helyét a, a világban, hogyha valami idegen, számára ismeretlen országba költözik. Na hát mi 2015 óta lakunk Németországban, és amikor kiköltöztünk, valamennyire tudtunk németül, én gyerekkoromban tanultam németet, de már elég sokat felejtettem. Tehát én nem gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lettem volna, de sok előnyöm származott abból, hogy már ideje korán elkezdtem németet tanulni. Tehát például nagyjából öm, akcentusmentesen tudok beszélni németül, legalábbis, hogyha valaki csak úgy egy pár szót váltak vele, akkor, akkor nem valószínű, hogy azonnal legalábbis ez a visszajelzés felismeri, hogy, hogy hogy hogy, hogy hogy, nem vagyok német. Ez annak köszönhető, hogy fiatal gyermekként már német anyanyelvű tanároktól tanulhattam, ami tök jó, fantasztikus, szupi. Ümm, mindegy, nem is az a lényeg. Szóval az egy fontos dolog, hogy tök jó, hogyha az, az embernek már van valamilyen nyelvi alapja, nyilván. Bár a mai világban én azt gondolom, hogy most már ez egyre kevésbé fog számítani, hiszen most már tényleg ott tartunk, mint Douglas Adams, galaxis Suticalous, Stopposok regényében, hogy ami körülbelül... Nem tudom, készülhetett az a könyv, de talán ilyen 80-as, 90-es évek környékén írta, vagy akkor halt meg, nem tudom. Na mindegy, lényeg az, hogy a... nem, 2000 elején halt, meg. Nem számít most ez ebben a témában, de amit ő írt, az egy fantasztikus dolog. A bábelhalakról írt, és a bábelhalak azok olyan halak voltak, amik az ember berakta őket a fülébe, ez a regényben volt, berakta a fülébe ezeket a bábelhalakat. A bábelhal érzékelte a velünk szemben álló beszélőnek a rezgéseit a hangjából, azonosította a nyelvet, és utána az embernek a fülébe, mint egy ilyen hangszóró, belemonta, lefordítva a, a, a felhasználónak a az anyanyelvén a, a, mondandót, és most már tényleg ettől egyébként nem vagyunk túlságosan messze, tehát most már ott tartunk, hogy a Google Translate-ba belemondom, hogy akármi, akármi, és akkor ő szépen autentikus anyanyelvi némettel, vagy bármilyen nyelven elmondja a másik félnek, amit én mondtam. Nem tudom, mekkora hiba határa dolgozik, vagy mennyire pontos. Nyilván akadhatnak ebből a malikák, de mi például, képzeljétek -e, nagyon durva, ez csak így eszembe jutott, amikor a demens osztályon dolgoztam a a Geriatriának kórházban, akkor volt nekünk egy orosz betegünk, aki egy demens idős néni volt, és nem tudott németül beszélni, képzeljétek el. Tehát ez, ez ilyen, hát amúgy is nagyon szorongató, amúgy, amikor valaki em, ilyen állapotban bekerül egy intézménybe, és nem tudja, mi történik vele, de még az is, hogy ráadásul külföldön történik ez, hát nem tudom, lehet, hogy én a hosszú Németországban, nem tudom, olyan is van, hogy az ember elfelejti az egyik nyelvet, amit már egyébként amúgy beszélt mindegy oroszul beszélt, beszélő hölgy volt, és így beszéltünk vele, képzeljétek el, hogy ő kétségbe mondta oroszul, hogy milyen nehézségei vannak, nem, meg hát nem tudtuk igazából, hogy mit mond, de, de hallottuk, hogy nagyon-nagyon indulatos, és nagyon-nagyon ingerült, és nagyon hát tele van mindenféle negatív érzésekkel, és akkor elővettük a telefont, amúgy az osztrán telefont elővenni, de ez egy ilyen kivételes viszmajor eset volt, és annak a segítségével tudtunk vele beszélgetni, úgyhogy ez nagyon-nagyon életmentő volt konkrétan. Na, és akkor Szóval tök jó volt az, hogy már tudtunk valamennyire azért németül beszélni. Nagyon fontos én szerintem ahhoz, hogy a külföldre az ember kiköltözzön, hogy valamilyen önismereti úton már azért haladjon, mert különben nagyon könnyen belecsúszik abba, hogy saját magát rekeszti ki tulajdonképpen az egész társadalomból. Ami hát nagyon rossz, és hát magam rengeteget tapasztaltam, ilyet megismerkedtem rengeteg itt élő külföldivel, tehát a a földgolyó kb. minden pontjáról megismertem már itt embereket, és hát nagyon sokan eléggé rossz beállítódással indultak neki a külföldi életnek. Például volt a kórházban egy takarító, aki állandóan azt nyomatta, hogy biztos azért ilyen gorombák, meg olyan gorombák vele, mert ő külföldi, és hát egy idő után azt vettem észre, hogy, 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 hogy amúgy így mindenkire mondja ezt, tehát olyanokra is mondja, akik maguk is külföldiek. És akkor így rájöttem, hogy uh -huh, ez nem valószínű akkor. Ráadásul én magam is külföldi vagyok, és ott dolgoztam, és én meg semmilyen ilyesmi megkülönböztetést nem éreztem. Na mindegy, tehát ez nyilván egyéni beállítotást kérdés, hogy az ember miben nő fel, és mit gondol, és mik a, mik a meggyőződései. Na mindegy, nem erre akartam kiukadni, tehát lényeg az, hogy kell egy jó hozzáállás ahhoz, hogy, hogy az ember érezze azt, hogy én befogadható vagyok, szerethető vagyok tudok hasznosulni ebben a társadalomban, és, és jó szándékkal jövök, akkor akkor az egy nagyon jó kiindulási alap. Szerintem, mert persze sokan vannak, akik úgy mennek külföldre, hogy ki, ha én nem, én, én nem csinálok ki melót, viszont milliókat akarok keresni, és nem beszélem a nyelvet, sőt, azt mondom, hogy mekkora bunkó paraszt, még magyarul se tud bazni, meg mekkora idióta. Szóval ilyenekkel is lehet találkozni. Nagyon fájdalmas. Na, és akkor elindult az élet nálunk Koblenzben, itt Németországban. Koblenzben én egy magyar családdal ismerkedtem meg, akikkel nagyon-nagyon jó barátságot ápolunk. Akkor nagyon szoros volt a kapcsolatunk, magyarok voltak, egy férfi, egy nő és két gyermek és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel, nagyon hamar, nagyon közeli barátságba kerültünk, valószínűleg a sors közösség is így összeláncolt bennünket, de amúgy nagyon durván, tényleg valahogy első perctől kezdve így nagyon komolyan össze, összekovácsolódtunk, és nagyon jó barátságban lettünk. Aztán ebben a barátságban lett egy kis szünet, ami éppen most épül újra, nem mindegy, tehát első sorban egy magyar családdal ismerkedtünk meg, és akkor utána hát Koblenzben rettenetesen éreztem magam, elindultam egy német tanfolyamra, mi úgy jöttünk ide, hogy az én az összes spórolt pénzemet, kb. arra költöttem, tehát az összes spórolt pénzemet, amit a hátralévő életemre gyűjtögettem, azokat itt a kezdeti időszakban feléltük, egytől egyig, berendeztük belőle a házat, az albérletet, ahova költöztünk, meg, meg elmentem, elmentem német tanfolyamra, és... Hát ez volt. Nagyjából. És én, én, nekem az első időszakban az volt, hogy a férjem ment dolgozni, én pedig mentem a német tanfolyamra minden nap. Minden egyes nap mentem a német tanfolyamra, nem is tudom már mennyi időt, de minden esetre sok órát. És ez volt az én szociális életem, ott megismerkedtem tényleg a világ minden pontjáról emberekkel. Ugye 15-ben vagyunk, a menekültválság első, és azt hiszem, hogy amúgy ilyen legnagyobb hullám, eddig akkor volt, és rengeteg szíriaival találkoztam, Afganisztánból találkoztam emberekkel, de amúgy teljesen más Oroszországból, Madagaszkárról, Peruból, Indiából, mindenhonnan találkoztam emberrel, mindenféle státuszból és mindenféle társadalmi rétegből. Úgyhogy az tényleg egy világkörüli út ért fel körülbelül egy ilyen, egy ilyen a iskola, meg Kubából volt egy csajszim, meg Brazíliából, mindenhonnan, tehát tényleg a világ minden pontjáról is óriás izga, Dél-Afrikából, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon klassz volt, és sokakkal tényleg ilyen olyan barátságom alakult ki, vagy kezdett egy ilyen jó viszony kialakulni, hogy, hogy eljártunk ide, eljártunk oda, mit egy fagyizni, vagy vagy egy hétvégén egy kirándulásra, de úgy körülbelül ennyi, a, aztán, aztán aztán, pedig elköltöztünk másfél év után, és akkor elköltöztünk egy másik városba, ott pedig már úgy éreztem, hogy én most már tudok annyira németül, hogy elmenjek valahol dolgozni, mert mindeközben én azért, ö, hát azon voltam, hogy valamilyen formában ö, én is ö, találjak egy állást, és akkor arra gondoltam, hogy tök jó lesz kezdetnek, jelentkeztem az egyik közeli kórházba, önkéntesnek, az önkénteskedést itt valamennyi ilyen tízteret díjat adnak érte, ami érdekes módon az a kis jelképes összeg, az már akkor is nagyobb volt, mint egy akkor ápolónőnek a fizetése Magyarországon, na mindegy, ezzel lépjünk túl. Ö és akkor elkezdtem dolgozni, teljes állásban, tehát napi 8 órában a, a geriátrián, és akkor ott Nekem az csúcs volt ott az én németem, tehát akkor <laughs> a helyi dialektusokat, idős emberektől, meg mit tudom én. Úgyhogy az nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó időszak volt, sok szempontból, sok szempontból nem. Tehát nagyon megéreztem ott a korlátaimat. Rengetegszer volt olyan helyzet, hogy mondjuk valaki, a, egy kolléganő mondjuk a folyosó egyik végéről azt szólt, hogy Petra Lécia valami, valami, és hát bassza meg, nem értettem. Tehát, hogy hogy egyszerűen ez a úgynevezett a nyelvi transzparenciának hívják azt, amikor az embernek mondanak valamit, és nem is, nem is, igazán tudja és érti, hogy mit mondanak, de tudja a jelentését annak, ami történik. Tehát mit tudom én, mondjuk egy, úgy tudnám leírni, hogy ha hallod azt a szót mondjuk, hogy kutya, akkor nem, nem, nem az jelenik meg előtt, hogy k u k a hanem egy ebe, ebere gondolsz, és és a németben nálam nincsen meg ez a nyelvi transzparencia, nagyon elő-előfordul, de úgy nem nagyon. Tehát amikor németül beszélek, akkor is végig gondolom, melyik szavakat fogom választani, melyik szavakat fogom használni, hogyan kell ragozni, tehát hogy nem megy annyira automatikusan a, a, a beszéd németül, mint magyarul, meg annyira spontánul, tehát hogy tényleg végig kell hogy mit akarok mondani, meg milyen szavakat akarok használni. És, és ugyanez érvényes arra is, amikor én hozzám beszélnek, hogy, hogy nekem azt úgy, ugye azért úgy értelmeznem kell, amikor mondanak valamit, és ez, ez, ez sok szempontból nagyon hátrányos helyzetbe sodor engem, és sajnálatos módon pontosan úgy, mint Magyarországon, meg amúgy az élet bárhol, bármelyik területén és bármelyik országban, a kórházban is voltak olyan kollégáim, akik igazi seggarcok voltak, és voltak nagyon jó fej kollégáim is, de valahogy úgy nem találtam meg a helyemet, tehát nem nagyon furcsa módon amúgy valószínűleg így nem tudom, szóval össze, ilyen külföldi arcokkal, és akkor velük volt elsősorban egy jó viszonyom. Azért volt egy-két kollégám, akivel úgy helyjel közel jó viszonyt ápoltam, de, de valahogy annyira mélyre nem, nem mentek ezek a beszélgetések, meg annyira mély, ne, nem mélyültek annyira el ezek a barátságok. Úgyhogy onnan kb. úgy senkivel nem tartom a kapcsolatot. Azért van egy-két ember, akivel szívesen összefutok, amikor itt találkozunk, mert ugye, itt, itt a környéken lakik mindenki. Úgyhogy szívesen találkozom velük, hogyha így összefutunk. De vannak olyanok, akiktől kb. a hideg kirázt, így az ez rettenetes. Tehát amikor Ja, Istenem, na mindegy. Szóval a geriátrián, hogyha valaki gecizik a betegekkel, az, az a nagyon még akkor is, hogyha bármilyen okból kifolyólag mondjuk az a beteg tényleg egy elviselhetetlen és, is gonoszkodó, kegyetlenkedő, és csicskáztatja a másikat, és mit tudom én. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért az egy az egy, az egy, az egy, másik környezet, és ott nyilván nem kell elviselni, megüssenek, vagy ilyesmi, de hogy azért tudomásul lehet venni, hogy ott azért van olyan ember, aki nem funkcionál már úgy, mint régen. Na mindegy. Öm, szóval, hova akartam kiukadni? igen, tehát a szociális életem itt se virágzott annyira föl, de azért voltak már így kapcsolataim, ami, ami így tök jó. Mindeközben amúgy egyébként a magyar barátaimmal nagyon szoros maradt a kapcsolatom, tehát van egy olyan egy, kettő, három, négy, öt, mondjuk öt olyan barátom van, akivel Magyarországról tényleg így minimum heti, heti, kapcsolatban vagyunk, és akiket nagyon szeretek, és több éve a barátaim, az egyik az én legjobb barátnőm, akit már születésünk óta ismerjük egymást, mert a mi is barátok voltak, és még mindig azok a mai napig. Meg van egy barátom, aki általános iskolából ismerek, van egy, akit gimiből ismerek, úgyhogy ennyit tulajdonképpen, tehát ők, ők, ők ugye a barátaim. Ja, egy van, aki mondjuk így főiskoláról van. És tehát, hogy ővelük szoros volt a kapcsolatom, ezért igazán annyira, tehát magányosnak éreztem magam sokszor, meg rossz volt, hogy nem volt én, hogy valakivel elmentem úgy nagyon ide oda akár akárhova, mert itt lett volna. De amikor jött hozzánk ide például ismerős, akkor tök jó volt, vagy ha én hazamentem, akkor ugyanúgy. Olyan otthon, gyerekek, én egy, olyan, hát ez őrület. Tehát én nekem nagyon aktív, szociális életem volt, és, <laughs> és benne voltam a nagy nyüzsgésbe, és a sűrűjébe mindig és van egy baráti köröm, akikkel a mai napig mindig összejárunk, akkor hogyha, ha otthon vagyunk, még hogyha sokukkal, amúgy nem is napi szintű a kontakt, de mindig szoktam csinálni egy ilyen összejövetelt, amikor otthon vagyunk, most persze, amikor picurka volt a kisgyerekünk, akkor ugye hát ez nem nagyon fért bele, de azért akkor is összehoztunk ezt-azt, úgyhogy... úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy. Ja, szóval én szociális ember vagyok, annak ellenére, hogy van bennem egyfajta érdekes módon egyfajta ember undor is. Na mindegy, szóval amire ki akartam lyukadni, hogy még mindig nem találtam meg annyira a helyemet, meg nyelvileg iszonyan bekorlátozva éreztem, és érzem magamat most is amúgy. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy szeretnék annyira árgyaltan és annyira érthetően beszélni németül, mint annyira magyarul, de szintén nem gondolom, hogy ez nekem ez valaha elérhető lesz. Amúgy hát most nem fogok németül beszélni nektek, de hogy, de hogy így tudok németül <laughs> jól, megvan van egy testdáf nyelvvizsgám, amit tök jól megcsináltam, ami a, a felsőfok ö, környékén van, egy egyetemi nyelv, ö, vagy ilyen hallgatói jogviszonyhoz szükséges nyelvvizsga, mert van, van arról szó, meg volt arról szó, hogy pszichológiát itt Németországban majd egyszer lett befejezem. Na mindegy, szóval, ö, szóval jól tudok németül, de én nem érzem magamat, még, tehát magamat nem tudom annyira kifejezni és annyira megmutatni, mint amennyire magyarul tudom. És számomra ez, ez ilyen ketrecbe rak engem tulajdonképpen. Na mindegy. Úgyhogy, úgyhogy egyszerűen. Akkor utána, utána, utána jött az, hogy kiköltöztünk ide falura. Na hát itt meg aztán semmi nem volt megszületett a csemete, a csemette megszületett, és akkor viszont nem is mozdultunk ki, utána jött a Covid, akkor pláne nem mozdultunk ki, de totál elszeparálódtam, full elmagányosodtam teljesen, az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és ki se tudtam menni a házból, tehát eleinte azért nem tudtam kimenni a házból, mert a mi picúrunk annyira nehezen viselte, most ezt tényleg nagyon-nagyon finoman fogalmazok, de kb. kínzás volt a számára minden, ami nem az volt, hogy egymás, hogy az ölemben feküdt, vagy a melkasomon feküdt, ezen kívül kb. minden pure kínzás volt a számára, és ezért nem nagyon tudtunk semmit csinálni, mert, mert írtózatos módon szenvedett, és rettenetesen érezte magát, és borzasztó volt. Úgyhogy Hát próbál próbálkozni próbálkoztunk, de azért ez nem ment annyira, annyira mindig. Na, és akkor utána jött az áttörés. Vége lett a Covidnak úgy nagyjából, és a faluban elkezdtünk ismerkedni. Amikor a mi picurkánkkal elkezdtünk sétálgatni, tehát olyan egy-két éves korában, és ő egy nagyon-nagyon kis nyitott kis aranyos kis tündért nyuszik kincs cukor falatka. és mindenkire, mindenkivel elkezdett beszélgetni, meg magyarázni, mutogatni, hát mindenki elolvadt tőle a faluban, és így elkezdtünk egyre több embert megismerni a faluban. Amúgy ez egy picurka falu, és, és, elkezdtünk mindenkivel beszélgetni, ismerkedni, meg mindenkivel köszönő viszonyba kerültünk, minimum elsősorban, aztán már beszélgettünk, ismerkedtünk, honnan jöttünk, ő honnan jött, mit csinálnak, mi mit csinálunk, stb. 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 És ez hozta magával azt, hogy egyszerűen annyira, annyira jól megismertük a falu népét, és hát nyilván ez nem egy ilyen fix, homogén közeg, hanem itt is vannak külföldiek, vannak itt régebb óta itt élők, vannak itt frissen költözöttek, akik a családjuktól tök távol vannak, de vannak itt olyanok, akik már harmadik generáció él itt, vagy még több, de hogy van olyan is, aki a három generáció él együtt, meg ilyesmi, hogy nekünk tulajdonképpen a gyermekünk az, 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 az nyitotta meg így, így igazán a... a, a a szociális hálókat itt a, a közelünkben. És onnantól kezdve már elkezdtünk beszélgetni, találkoztunk szülőkkel, itt rengeteg kisgyerek van itt a közelben, tehát itt a faluban én szerintem biztosan lakik 40 darab kisgyerekes család konkrétan. Úgyhogy minden napra jutott valaki, akivel összetalálkoztunk a kis picúrjával, és akkor így barátkoztunk, beszélgettünk, ilyesmi. Aztán ö, bekerült, a Pirinyó intézménybe, és akkor onnantól már még inkább elkezdtünk ismerkedni szülőkkel, már megismertük őket. Üm, ugye én annak drukkoltam, hogy legyen ott más hasonló értékrendű anyuka, de hát ez már túl sok lett volna. <laughs> Amúgy nem nagyon találkoztam még, de egy, egy, egy anyukával találkoztam itt, akinek tényleg nagyon durván hasonló ez az értékrendje, tehát a igényszerinti szoptatás, a a mosi nem ad cukrot a gyereknek, igyekszik kerülni, adalékmentes anyagokat, használtam vásárol ruhát, hordoz, mm, nem is tudom, mi van még. Na mindegy, úgyhogy az, az tök jó volt, amikor egy darab ilyen anyagokával találkoztam, és ja, megválaszkész nevelés, meg pozitív fegyelmezés, a többi, ezek tényleg tök jó dolgok, szerintem és akkor elkezdtünk így anyukákkal megismerkedni, és az nekem az egy nagyon-nagyon klassz volt, és most már megismerkedtem amúgy két magyar anyukával is, akiknek mind a kettőnek külföldi férje van, és a mi gyerekünkkel egy idős nagyjából a gyerekük, úgyhogy ez is tök szuper, hogy ővelük is tudtunk találkozni, tehát itt a közeli egy-két kilométeren belül itt volt két ilyen anyuka, úgyhogy ez óriási mázli, amúgy mindenhol, mindenhol magyarokkal lehet találkozni, tehát nincsen eldugott zúgja a Németországban, ahol ne lennének magyarok, egyszerűen őrület, komolyan mondom. A múltkor valamelyik ilyen kisváros melletti agglomeráció részben lévő Kis község melletti, apró kis faluban voltunk egy játszott téren, és ott is találkoztunk két magyar családdal. Tehát tényleg elképesztő. Na, és akkor utána az anyukákkal elkezdtem így megismerkedni. Én alapvetően úgy állok ez az anyukás ismerkedéshez, hogy, hogy arra gondolok, hogy szerintem az összes anyuka olyan, mint amilyen én vagyok és hogy mindegyik egy kedves szóra nyitott, és hogy, és hogy ők is ugyanúgy elbizonyítanak annak bizonyos dolgokban, nekik is vannak kérd, kétségeik, kérdéseik, ők is tartanak attól, hogy esetlegesen mások elítélik őket, meg mit tudom én hogy ilyenekre, ilyenekre gondoltam, hogy, hogy, hogy olyanok lehetnek, mint én vagyok. És ez a hozzáállás amúgy tökre sokat segített, és akkor valakivel már ugye elkezdtünk beszélgetni, hogy kinek milyen volt, micsoda. Megismerkedtem, <laughs> a mi picolunk, olyan három hónapos forma volt, hogy nem, nem kicsit, kicsit több, amikor már kimerészkedtünk, olyan 8-10 hónapos forma volt, és akkor volt ilyen, hogy kimentünk az utcára, találkoztunk egy anyukával, akinek pontosan egy idős a gyereke a mi gyerekünkkel, és az ő gyereke is egy nagyon-nagyon-nagyon nehezen aklimatizálódó kis picúr volt, és akkor ott álltunk, találkoztunk egy gyönyörű szép téren, és mindenki gyerekünk és az ő gyereke, a az én gyerekem is torka távol üvöltöttek végig. Szót nem tudtunk váltani, csak leizzadtunk mint kurva templomban a kihívásoktól. Úgyhogy az nem volt az életem a találkozása. Hm. Na mindegy, hát legalább volt egy sorstársam. És Hát én nagyjából így ennyi, és most azóta pedig itt vagyunk a faluban, megismerkedtünk mindenkivel a szomszédokkal, csodálatos szomszédaink vannak a faluban, olyan nagyszerű emberek laknak, akiket nagyon-nagyon megkedveltünk. Ja, meg nálunk itt most már ugye volt a zsúr szezon nyáron, hát megállás nélkül, veretés, parti, parti hátán, baba zsúr, baba zsúr hátán. Úgyhogy az is nagyon izgalmas volt, meg délutánonként, amikor hazamegyünk az intézményből, akkor tudti, hogy minimum egy-két emberrel megbeszéljük, hogy még este vagy mi délután így bandázgatunk az utcán, vagy ebbe a játszóba, abba a játszóba, ide megyünk, oda megyünk, a gyerekeink együtt tanulnak meg bicózgatni, egyik viszi bele a másikat a csibészségbe, az egyik tanulja meg a másiktól a valami jó dolgot is, azért nem csak rosszaságokat. Úgyhogy itt szoktunk kalandozni, úgyhogy tényleg annyira, annyira tök tök jó, családosként isten itt a, a, közösség. Önmagában én most, amióta itt lakunk, a vidéken, azóta én full úgy érzem, hogy ez az ember számára a természetes környezet, amit az idegrendszere úgy elbír viselni, hogy nincsen folyamatos autózaj, megállás nélkül fények, hallani a természetnek a hangjait, meg mit tudom én, kis létszámú a közösség, tehát nagyjából úgy mindenkit ismersz az utcában, mindenkire köszönsz, tudod, hogy ki kicsoda, Tudod hogy 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 lehet számítani a másikra? Emlékszem azért Budapesten amikor laktunk akkor akkor a, a, így konkrétan akikkel száz, száz méteres körzetben laktam azokat sem ismertem mert annyira sokan voltak még abban a kis körzetben is ahol ahol laktam hogy hogy nem is ismertem őket kb. Úgyhogy ez számomra a, tehát nekem összességében az áttörést azt hozta meg hogy anyává váltam. És uh, idézőjelben kénytelen voltam egy kicsit uh, kiebb nyílni, vagy kijönni abból a magányba belekövesedett állapotból, ami nekünk életmentő volt. Tehát most már ott tartunk, képzétek el, hogy eddig az volt a terv tavaly, még amikor még volt COVID, KB úgy éveleje felé, hogy uh, tudom, hogy még most is van, de hogy már nincsen ilyen nagyon durva helyzet. Szóval akkor arra gondoltunk, hogy hát, hogy itt ez egy gyönyörű hely, csodálatos, de azért mégsem akarnánk itt élni. És most meg képzeljétek el, most már ott tartunk, hogy, hogy annyira azóta, tehát az elmúlt másfél évben, annyira durván gyökeret eresztettünk itt, hogy most már abszolút úgy érezzük, hogy itt akarunk maradni, és inkább valahogy hogy a két laki életet megpróbálnánk valahogy egy kicsit... Öm, elérhetővé tenni, ha nem is most, ugye most az a helyzet, hogy mi úgy kalkuláltunk a férjemmel, hogy körülbelül ugye a gyermek hat évesen megy iskolába, és onnantól kezdve olyan kb. 16 éves koráig, ugye igazán elutazni csak akkor lehet, amikor neki szünete van. És onnantól kezdve már akár 16 évesen én személy szerint már otthon voltam simán egy hetet, amikor a szüleim a anyukám elment ide-oda-oda. Tehát tíz év van, amikor nem engedhetjük meg magunknak, hogy akármikor Upmuk fog ide-oda ide ugráljunk. Úgyhogy addig valamit megpróbálunk kiakoskodni. Nem tudjuk még, hogy mit pontosan, de valamit. És üm, mit akartam még mondani? Igen, tehát, de mindenképp itt fogunk maradni. Tehát most annyira megtaláltuk, és a férjemmel azt beszéltük, hogy egyszerűen annyira jó itt lakni, és annyira jó a falu közösség, és annyira megtaláltuk benne a helyünket, és annyira jól érezzük magunkat, és olyan jó érzéssel tölt el, hogy, hogy amikor mi meséli mondjuk az egyik szomszédunk, hogy találkozott egy magyarral, és milyen büszkén mondta neki, hogy jó, az én szomszédaim magyarok, és hogy mennyire szeret minket, és hogy hogy egyszerűen annyira jó érzéssel tölt el, egyszerűen, egyszerűen jó itt lenni, és ez tényleg annak köszönhető, vagy annak is köszönhető, hogy mi azért mindeketten a, a férjemmel ilyen magasan szo szociális készségeink azért igazán, igen magasak, tehát tudjuk, hogy hogy kell közösségben viselkedni, meg, 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 meg tényleg amúgy nyitottan állunk tökre az emberekhez, és ez sokat segített abban, hogy egy kicsit jobban vagy könnyebben be tudjunk csúszni ide a falu közösségébe. Úgyhogy mi, mi, összességében nagyon boldogok vagyunk itt, és most már tényleg abszolút úgy érezzük, hogy teljes egészében hazataláltunk, és ez, ez abszolút otthonunknak tekintjük ezt a, ezt a települést, és minden alkalommal, amikor elmegyünk valahova, akkor ugyanannyira izgatottan várjuk, hogy visszajöjjünk haza, mint amikor elindultunk a, a másik helyre. Tehát, hogy egyszerűen jó itt lenni, és és ennyi. Nem mondom, van itt a közelünkben, lakik egy igazán súlyosan, hát szerintem patológiás eset család. Nem család amúgy annyira, vagy hát nem is tudom, az alkotmány szerint biztosan nem család, mert egy 90 éves anya és a 60 éves fia élnek full szimbiózisban. Nem, nem, nem. Nem teszek hozzá semmit, ami még az eszembe jut, úgy egyébként, amikor róluk beszélek. De szóval ott tudték, valami nagyon nem klappol. Úgyhogy vannak itt is azért természetesen fura alakok, alkoholizmus, tehát tényleg, mint a mi kis falunk sorozatban, soha nem láttam, de tudom, hogy az is egy ilyen kis, tök tipikus ilyen falusi arcokról szól, hát az itt is megtalálható amúgy. Egy kicsit azt gondolom, hogy azért az ott szerepel tetet, vagy az ott, szerep, ott megjelenő szerepektől egy picivel talán modernebb, meg felvilágosultabb, meg világlátottabb, meg kvalifikáltabb emberek vannak itt átlagban, de azért itt is megvannak nagyon kemény arcok, akik, akik így, úristen, tehát a, van itt minden. Na. Úgyhogy, úgyhogy így alakult tulajdonképpen a szociális életünk, és, én most abszolút jó vagyok, tehát egyáltalán nem érzem magam magányosnak, nem érzem magam elszeparálva, bárkivel, bármikor tudok egy jó szót váltani. Tudom, hogy vannak, akikre számíthatunk, hogyha esetlegesen, most azért nem annyira, hogy most elmegyünk egy hétre a férjemmel, és akkor beadom oda a gyereket, de azt tudja, hogyha bármiben megszorulnák, bármi baj lenne, mondjuk mit tudom én, elesnék, és be kéne mennem a kórházba, akkor valaki addig tudna vigyázni mondjuk a, a gyerekünkre. Tehát, hogy hogy én most tényleg annyira így, az, az egész, tehát én azt gondolom, és tökre úgy érzem, hogy az ember az egy szociális lény, és igazán jól akkor tud működni, hogyha közösség, ha egy közösségnek a része. És akkor, akkor, akkor tud igazán jól funkcionálni, ha van mögötte egy védőháló, és most ezt tökre megéreztem, úgyhogy nagyon örülök, és tényleg úgy érzem, hogy mi itt a faluban nagyon kedvelt emberek vagyunk, és hát mi is nagyon sok mindenkit megkedveltünk itt, úgyhogy nálunk tulajdonképpen az hozta meg az igazi változást, hogy, hogy kislétszámú településen vagyunk, illetve az, hogy a mi gyermekünk az mindenkihez odaindult, és mindenkivel megkezdte a beszélgetést, amit én valószínűleg azért önként nem tettem volna meg játszótéren is megismerkedtünk anyukákkal, meg van itt egy volt kolléganőm, akinek szintén egy kis picurkája, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ennyi. Szóval nálunk itt tényleg tök jól alakult. A full, amikor Koblenzben voltunk, én teljesen úgy éreztem magam, mint egy nem tudom, szóval rettenetes érzés volt sok szempontból az a az a fajta kiszolgáltatottság, és most, most ez így tökre, tökre elmúlt, úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok. Még nagyon sokat segítem a, a YouTube közösség, meg az Instagramon lévő közösség, hogy tényleg valahogy úgy tekintek az Instagramon lévő közösségre, mint egy ilyen, egy ilyen barátra. Sajnos mindent nem tudok megosztani, meg nagyon sok olyan dolog van, amit, amit nagyon sok mindent el akarnék mesélni, az, a, az, hogy, az hogy egy csomó mindent, ami szerintem kurvára tanulságos lenne, de azért nem mesélem el, mert tudom, hogy hogy, 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 legalább egy, hogy van, 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 egy százalék, vagy, vagy, még lehet, hogy annál is kevesebb, de nekem az is sok. <laughs> aki tuti félreért, aki tudti kiforgatja a szavaimat, aki tuti, hogy beleképzel még valamit, ami kurvára nincsen ott, és ezt a rossz indulatot, ezt e, világá, ezt a rossz indulatú feltételezés mondjuk világá is kürteli. Sajnos, amióta egyszer találkoztam ezzel, e, így konkrétan azóta így behúztam a kéziféket, ami tudom, hogy több gáz, és Tudom, tudom, de egyszerűen én nekem ez annyira kellemetlen, hogy nem, nem éri meg egyáltalán az, hogy, tehát, hogy most nagyon, nagyon szigorú és kemény korlátokat húztam fel magamnak, hogy mivel kapcsolatban osztok meg dolgokat sajnálom magamat, sajnálom, sajnálok benneteket is, hogy lemaradtak a szuper kis tanulságos történetekről, de hát ez van, ez van. Na, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, kíváncsiak nektek, hogy alakult a szociális életetek külföldön, ha ott éltek, hogy vannak-e barátaitok, vannak-e ottani barátaitok, tehát nekem ugye most itt főleg elsősorban magyarokkal vagyok mélyebb kapcsolatban, de azért németekkel is jó viszonyt ápolok. Megbekerültünk egy anyukás Whatsapp csoportba, itt a, a falu anyukái, hát óriási gyerekek. Ez tényleg nagyon, nagyon jó. Na, úgyhogy köszépen szépen, hogy itt voltatok, és sziasztok!